Figyelj, elég érdekesen mutatja be ez, nem tudom, valami iradóféleség lehet, hogy hogyan működik az elektromos fogkefe. Elkapta az anakondát, ő nem szarakodik! Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és ebben a videóban élő adásban történt tévés bakikat fogunk megnézni. Ugye egy youtuberként könnyű, ha nem live-olsz, mivel hogyha bakizol, vagy tévesztesz, vagy bármi van, akkor újra veszed, kivágod. Például ezt is most már másodjára veszem fel, de nem vettétek észre, mert kivágtam. Na de, ha élőben történik valami baki, azt nem tudod kivágni, és több száz, több ezer, vagy esetleg több millió ember fogja látni azt, hogy te bakizol. Egyébként jöhet lentre a komment részlegben lefelé, hogy nektek mi életetek leges, legkínosabb élménye. Most így nekem egyébként hirtelen nem nagyon jut eszembe semmilyen. Ja, de! Az egyik barátommal történt, nem velem eskü, egy barátommal történt, hogy sétál szépen az utcán, és egy számára ismeretlen embert lát, aki integet felé. Na de mit csinálok én? Mit csinál a barátom? Hát nem bunkó módjára, megfogja, annak ellenére, hogy nem ismeri, szépen visszainteget neki, tudod, így integetsz, mire arra leszel figyelmes, hogy a utca másik oldalán lévő személy eléggé furcsán néz rád, hogy te miért integetsz neki. Te meg így meglepődsz, hogy miért néznek rád furcsán, amikor csak szépen visszaintegetsz, majd pedig integetés közben is szépen lassan tudod hátrafordulsz, és mögötted van egy ember, aki integet, majd pedig rájössz, hogy nem is neked integettek. Ja, várjál, szomorú zenét kérek! És így megy a könycsepp, így megy a könycseppem. Móka zóna tábla van már itt, fú, de durván hangzik már ez is. Kontinúj, kollégánka. Várjál, miért? Kezdjük ott, hogy miért ütsz egy kosárlabdát tele egy golfütővel? Szegény riporter csaj. Nem úgy, figyeljétek már, milyen profizmussal oldják meg a problémát. Mit, ha mi sem történt volna? Figyelj, ő megold, éppen beszél minden. Légy szíves, ne csináld, arrébb löki őket, majd pedig folytatja. Na, ő például egy nagyon rutinos riporter lehetett. Most elváltották róla a képet, és akkor az ott a stúdióban lévő néni. Most éppen mondják neki, figyeld, éppen mondják neki, hogy most rád fogjuk váltani a képet, és nyomja, hogy igen, oké, próbálok normálisnak tűnni. Show ez! De amúgy, szerintetek az itteni riporterek, azok tudják, hogy a háttérben mi folyik? Vagy lehet, hogy nem látják? Mert például nekem itt van egy ilyen előlapi kijelző és cucc, és akkor itt látom magamat, és most ilyenkor régen mindig szóltatok, hogy nem a lencsébe nézek, hanem így oldalra, mert akkor éppen mindig magamat néztem, hogy nem vagyok egy fókuszba. De szerintem ők nem látják saját magukat. Still here on site. Starting at Houghton Avenue and going all the way to State Avenue. Drivers are down to the single lane. Jöhet lentre a komment, ja nem, ne jöjjön inkább lentre a komment részlegből, mert akkor jön a YouTube, és kibannolja azokat a kommenteket. Most ezt direkt nem vágtam, amikor hogy lássad, hogy a videós mindent ki tud vágni. Szóval a YouTube kibannolja majd azokat a kommenteket, amiben leírjátok, hogy ez egy férfi nemi szerv. When my son was teething, he used to like to take the big fat rubber end of my vibrating Hát figyelj, elég érdekesen mutatja be ez, nem tudom, valami iradóféleség lehet, hogy hogyan működik az elektromos fogkefe. His mouth on. A mellette lévő csávó az már, figyeld, milyen érdekesen. Jaj. Figyeld, a mellette lévő csávó, ő nagyon kész volt, ő értette. Most megmarkolta mellét, és végig fogja vágott. Előtte is így vigyorgott, vagy csak miután? Már előtte is így vigyorgott? Nem, figyelj, nem vigyorog a majom.
Ugye, elkapja mellét a csajnak, és elkezd vigyorogni. Még hogy nem a majmokból lettünk föl. De ez telefonnal volt videózva, szóval valaki random végig videózza a tévét, és akkor hopp, egy ilyen pillanatot elkap? Nem értem. Tesó, ez a Tag Life, nem az ilyen Battle Flip meg ezek. Figyelj! Megfogja, toll a hajba, ott van. Ennyi. Ja, szerintem késik most a csajnak amúgy a hang, és még nem hallott, hogy beszélnek hozzá, és most éppen vár, hogy mikor szólítják, ugye? Ha, és most hallotta. Majd elkezdett bólogatni. Ott a háttérben meg nagyon megborult valaki. Ő is megborult. A profizmus instant feláll és folytatja. Így kell ezt csinálni. Figyelj, ha hibázol, ne is törődj vele, folytasd! Napi motiváció, Elekrobival. Nagyon csúnyán esett ő. Figyelj. Így a fejét? Telibe a fejét beütötte. Rebuilt from the ground up. On his sex during the during of success during the regular season. Ez ilyen halk, amúgy nem némítottam le, és nem ment el a hang. Igen. Mire készül a nő? Elkapta az anakondát, ő nem szarakodik! Jó, kezdődik már, vagy még nem? Figyelj, hogy nyomja! Észre se lehetett venni! Hopp! Nem vagyok benne a kamerába, biztos! Hopp! Ugorjunk hasra! Kusszunk! Észre se veszi senki! Napja alkalmából gratulál, erőt, egészséget és sok boldogságot kíván felesége Piroska, három lánya, fia, vejei, unokái és dédunokái. Vannak még további üzenetek. Jelenit fog rajzolni. Hoppá! Nehéz helyzete van. Ugye próbálja ez a játékos, ugye a kapus zárni, ugye ezt a szöget. Látszik azt, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy hogyan fogja tudni ezt megoldani. De látszik azt, hogy ugye megijed a kapus a játékosunk. Amikor most jön azt, hogy, amikor azt hiszed, hogy nem ronthatsz a helyzeten, de ronthatsz, mindig van lejjebb, ezt jegyezzétek meg. Úgy látszik azt, hogy ezt a játékos folyamatosan próbálja, miközben ugye látszik a másik emberünk. Szakadnak már stúdióban, amúgy nem? Ő oda ment, figyelj. És megkaparintotta a pak. Ez kurva, azt mondják fél perc és egy... Amikor a füledre mondják, hogy megadás van. A kitörésnél beindult a katasztrófa turizmus. Puszta szőlősön délután óta lángol a Moller. Szia, mi mestetek itt össze? Szia, az, hogy a sok alap itt tüntet, vágod? És én meg azért nem bírom a pizzát tenni a sok gyöknek, mert a sok k***kó itt tüntet. Denn ich auf den Gedanken Mindenki megborul egyszerűen ma. Szegény! Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, a Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban, ha még esetleg nem tetted volna és nem nyomtad volna meg a csengőt, akkor azt mindenféleképpen tedd meg, és majd akkor biztosan értesítést kapsz, és találkozunk a következő videómban, addig is én Elek Robi voltam, sziasztok!